voltatok most a hangpróbának is. Sziasztok fönt is! Ez muszáj, hogy minden jól szól, és hogy ti mindent jól halljatok. Úgyhogy akkor bele is kezdünk a mi kis akusztik műsorunkba. Ezt elárulom, hogy ebben a felállásban, ebben az egyszálgitáros felállásban Erdős Szabolcssal, aki itt ül mellettem, kérek egy nagy tapsot neki, Erdős Szabinak. Köszönöm. Ebben a felállásban most játsszuk így először, úgyhogy exkluzív, ez egy premier nektek most. Thank you.
Köszönjük szépen! Az a következő dal, azt tudnám róla elmondani, hogy amikor mi összeismerkedtünk a Szabival, akkor ez volt a legelső dal, amit játszottunk. Nekem így a tavaly nagyon nagy slágere, éjjel-nappal ezt hallgattam. És hát azért fogott meg ennyire, mert sose tudtam eldönteni azt, hogy ez egy vidám dal-e, vagy egy szomorú dal. Szóval nem tudtam, hogy a vidám hangulatomba hallgassam-e, vagy a szomorú hangulatomba. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi lesz a benyomásotok erről a dalról. A címe magyarul lefordítva Naptánc. Singing, I could never.
enyémbe. Aha, jó, köszönöm. Na, ez a következő dal, ez egy kicsit más zenei stílus, ahhoz képest, amiket most eddig játszottunk. Aki ismer, az tudja rólam azt, hogy nagyon-nagyon sok zenei stílus született, úgyhogy ha egyet kéne választani, akkor nem is tudnék választani. És mostanában nagyon-nagyon beleszerettem a folk zenébe, úgyhogy hoztunk nektek egy cigány népdalt, a kedvenc cigány népdalomat, megfűszerezve ezt egy mai magyar rap betéttel, amit én zenésítettem meg, fogadjátok sok szeretettel. Semmit nekem mondani, vakon szerelmes voltam, csak mi számítottunk, és később ezt a képet elővettem, és megírtam egy dalba, ami így szól. I'm talking.
I'm broken but I'll survive.
Értitek? Ja, akkor kezeket fel, aki élvezi, jó, hogy jól lássam. Nagyon jó. Fönti, élvezitek ott a legfős emeleten? Szuper. Megpróbáljuk?
Léci, énekeljetek velem, biztos annyira jól énekeltek. Szóval... Na, megpróbáljuk még egyszer? Énekeltek a kedvemért? Nem kell szégyenlősködni. Itt ti elől van kedvetek ilyesmihez? Na figyeljetek, még egyszer. Olyan átütő dolog, ami az én zeneiségemre is nagy hatással volt.
Úgyhogy az egyik ilyen kiemelkedő női előadója ennek a korszaknak számomra az Etta James, hogy ez olyan tőle a kedvenc dalom, aminek az elejét biztos, hogy ismeritek. So good, so good, I got you.
dühösebb dal, lendületes, dühös dal, amit akkor írtam meg, amikor éppen nagyon nagy szakításban voltam, és a körülöttem lévő csajok is mind ilyen szakító sztoriban voltak. És azért írtam meg ezt a dalt igazából, hogy arra biztosok mindenkit, hogy merjünk kilépni abból, ami már nem működik, ami már rossz. És merjük kimondani azt a nemet időben. De valami ilyesmiről szól a no more.
tőletek búcsúzni. Ami elég érdekes feldolgozás, mert mi sem tudtuk az elején, hogy hogy fog ez megszólalni. Ez egy ilyen zúzósabb rockdal, Lenny Kravitztől, az Are You Gonna Go My Way című dala, amit igazából megmondom nektek őszintén, ma találtuk ki, hogy hogyan legyen egy kicsit másmérnebb hangzása. Úgyhogy ezt a dalt még sose játszottuk sehol, ti vagytok az első közönség, akinek ezt játszunk. Úgyhogy szeretnénk tőletek ezzel búcsúzni, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nem tudom, hogy mentek-e vásárolni karácsonyi ajándékokat, de akkor további szép estét. Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz. Ilyen kis blúzos hangzásba tettünk.